Továbbra is hazugságnak tartja az MSZP és Tóth Csaba, Zugló parlamenti képviselője, hogy megfenyegette volna Karácsony Gergely családját. A szocialista politikus elmondása szerint már több tucat helyreigazítási kérelmet küldött ebben az ügyben a sajtónak, csak hogy éppen Karácsony Gergely baloldali főpolgármester jelölt beszélt szocialista lopásokról és arról, hogy Zuglóban többször is megfenyegették a családját. Várnai László, független zuglói polgármester jelölt szerint korábban már neki is panaszkodott ugyanerre Karácsony Gergely. Éppen most készült el a feljelentés, feljelentjük közösen Karácsony Gergely. Feljelentik Várnai Lászlót, ezt mondta Tóth Csaba, szocialista országgyűlési képviselő. A Civil Zugló Egyesület polgármester jelöltjével szemben azért tesznek jogi lépéseket, mert korábban közösségi oldalán megerősítette azokat a feltételezéseket, hogy Tóth Csaba fenyegeti Karácsony Gergelyt. És azt is írta, hogy őt is megfenyegette a szocialista politikus egyik embere. Mérgesedve, csak a politikailag le volt dugózva, de hát hogyha én... Az igaz, hogy megfenyegetett a családodat? Nem, itt nem lett többször. Egy csaknem két hete kiszivárgott hangfelvételen beszélt arról Karácsony Gergely, hogy többször is megfenyegették a családját. Tóth Csaba szerint hazugság az a felvetés, hogy ő lett volna a fenyegető. Akik engem összefüggésbe hoztak ezzel az ügyel, közel 80 sajtóhelyreigazítási kérelmet postáztunk el eddig, úgyhogy bárki, aki ezután is szóba az, ő hasonlóan fog eljárni, és aki ennek nem tesz eleget, természetesen akkor folytatjuk a bíróságon ezeket az ügyeket. A Civil Zugló Egyesület polgármester jelöltje szerint Karácsony Gergelynek inkább Tóth Csabát kellett volna feljelentenie, már többször is. Tóth Csaba és a zuglói MSZP maffia szerűen működik, ez annyit jelent, hogy van felül egy üzletember politikus, aki fethetetlennek látszik, milliárdos vagy sok százmilliós vagyonnal, vagyonnyilatkozatot meg kell nézni, és alul az alsó pontokon már olyan emberek vannak, akik a bűnözői körökhez csatlakoznak. Ismeretes, hogy például Gotti, aki a Tóth Csabáéknak a kampányát védte 2014-ben, már Pécset ül a börtönben. Az ominózus hangfelvételen Karácsony Gergely arról is beszél, hogy a szocialisták, ha tehetnék, szétlopnák Zuglót, és azt is mondja, hogy őt elásnák, ha visszamenne a 14. kerületbe. Az a baj, tehát most nagyon tudnék mesélni néhány sztorit. Szocikkal közösen a Zuglóban. A Gergőnk mögül elment a támogatás utóbbi hónapokban. Karácsony Gergely szövetségesei és más ellenzéki szereplők is alkalmatlannak találják a főpolgármesteri posztra. Erről indított tájékoztató kampányt a Fidelitas. Egyrészt először is egy telefonos kampányt indítunk Gyurcsány Ferenc mondatairól, illetve ezt kiegészítve emellett pedig folytatjuk a közterületi kampányunkat is, amivel azt szeretnénk megmutatni, hogy az ellenzéki szereplők mit mondtak Karácsony Gergely alkalmatlanságáról. Az akcióban felidézik Puzsér Róbert szavait is. Karácsony Gergely hazudik. Hazudik, hazudik és hazudik. És onnan lehet tudni, hogy Karácsony Gergely hazudik, hogy mozog a szája. Böröcz László azt mondta, a következő néhány napban szeretnék minél több helyre eljuttatni ezeket a megszólalásokat, hogy a budapesti választópolgárok is megismerhessék őket.